Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Végső nyughelyére került Tóth János. Tolnán emlékeztek. Speed maraton. Fokozott ellenőrzések a Vármegye útjain. Versmondó verseny Bonyhádon. A Völcsek több iskolájából is megmutatták tudásukat a diákok. Helikon. Több mint 70 garázs diák méretetik meg. Tóth János halmainak hazatérése alkalmából tartottak megemlékezést a tolnai temetőben. Ezzel teljesítették a Kossuth Díjas operatőr utolsó kérését. Bali János beszédében emlékezett meg az operatőrről, aki részben kortársa és pályatársa is volt. Tóth János, Mózest idézve a Szentírásból, megelégedvén az élettel, megtért őseihez. 94 évvel ezelőtt itt, a szomszéd utcákból indult útjára, és ma ide tér haza. Berta Zoltán alpolgármester nagyon fontosnak tartotta, hogy az 5 évvel ezelőtt elhunyt Tóth János hamvai elfoglalják végső helyüket a tolnai temetőben. Tóth János ugye 88-89. Évében hunyt el, mi úgy tudjuk, hogy élete végéig, amíg egészségi állapota engedte, folyamatosan a munkájának élt. Mindig a maximalista volt, a maximumra törekedett, munkásságát, ha egy mondatban vagy egy szóval kellene jellemezni, akkor talán a pályatársakra hivatkozva ezt így tudnánk leírni. Így tudom leírni. Baksainé Kenesei Évának volt szerencséje személyesen is ismerni a kiváló operatőrt. Nagyon jó emlékei vannak róla, szerették és megbecsülték őt. És amíg az egészségi állapot engedte, hosszú éveken át az elszármazottak találkozójára hazajött, sőt, nagyon sokszor közösen elfogyasztottunk egy halászlé ebédet, beszélgettünk. Én nagyon tiszteltem őt az a tolnához való ragaszkodásáért is, amivel mindig emlékezett. Már régen elkerült Tolnáról, de ahogyan beszélt Tolnáról, ahogy a szüleiről, ahogy a gyermekkoráról, tehát nagyon meghatott engem. A fiataloknak, az újabb generációknak is tovább akarják adni Tóth János örökségét. Most így, hogy hazatért, tehát megtartottuk ezt a megemlékezést, olyan terveink vannak, hogy majd évente, tehát a Magyar Filmnapján, vagy a Magyar Filmnapja köré, tehát olyan filmeket fogunk majd vetíteni, ami ő forgatott, tehát ő volt az operatőr, illetve már felmerült bennünk az is, hogy amennyiben, tehát sikerül megvalósítani, akár egy szobrot is szeretnénk állítani az emlékének, a munkásságának. Tóth János élete és hosszú pályafutása példaértékű. Hamvait elhelyezték a tolnai temetőben, és méltó módon megemlékeztek róla. Javában zajlik a Speed Maraton Tolna vármegyében is. A rendőrök fokozott figyelemmel és minden bevethető eszközzel mérik és keresik a gyorshajtókat. Már 16 sofőr engedélyét bevonták. A megyei rendőrök is évről évre csatlakoznak már a Speed Marathon nevezetű kezdeményezéshez, melynek keretein belül egy hétig megnövelt kapacitással mérik a gépjárművek sebességét, továbbá egy napon 24 órás folyamatos ellenőrzést végeznek. Speed Marathon elnevezésű akció zajlik jelenleg, itt most éppen Faddon vagyunk. Ennek az akciónak a lényege az, hogy kollégáim a nap 24 órájában, ma reggel 6 órától holnap reggel 6 óráig fogják mérni a járművezetők sebességét a vármegye teljes területén. Az akciónak a célja pedig az, hogy minél több járművezető figyelmét hívjuk fel arra, hogy sokkal biztosabb az, hogy hazaérünk, hogyha a sebességek betartásával közlekedünk az utakon. Mint azt a szóvivő elmondta, mérési helyeket az emberek is javasolhattak a rendőrség számára. Az egyik ilyen kiemelt pont Faddon volt, a Váci Mihály és Arany János utcák környékén, ahol pár héttel korábban halálos baleset történt. Valószínűleg ezért is esett erre a helyre a választás. Az első napokban azt tapasztalták a kollégáim, hiszen ez a Speed Maraton egész héten zajlik, ugyan nem 24 órájában, de meghatározott időszakokban, hogy az első napokban a nagy sajtó nyilvánosságra tekintettel nagyon sok járművezető betartotta a sebességet, nem is volt olyan sok gyors sajtó, akik beleszaladtak volna a Trafipax készülékeknek a mérésébe, azonban a második napon már majdnem duplájára emelkedett a gyorshajtóknak a száma. Péntekig már 16 sofőr vezetői engedélyét vonták be a rendőrök az ellenőrzés során.
Nem olcsó mulatság a gyorshajtás, az objektív mérési rendszer szerint 6500 forinttól 65000-ig, a relatív gyorshajtási bírság pedig 39000-től 390000 forintig terjedhet. Ezen a héten végzett gyors hajtásos ellenőrzések alkalmával egy autós már 165 km/órás sebességgel került bemérésre. Ő neki elég magas bírságösszeget kell fizetnie, de még nincsen vége a hétnek. Az elmúlt időszakban volt már egy olyan gyorshajtó, aki Pörbőj belterületén 50 helyett 132 km/órás sebességgel közlekedett. Ennek a járművezetőjének 390000 forintos pénzbírság volt a jutalma a gyorshajtásáért. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a kezdeményezésnek a célja az, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos közlekedésre, aminek kiemelkedő faktora a sebességkorlátok betartása és betartatása. Bűnszövetségben árulta a kristályt apa és fia. A hónapok óta tartó nyomozás eredményeként a korábban már letartóztatott apa mellett most a fiát és a bűnbanda harmadik tagját is őrizetbe vették a rendőrök. Az egyenruhások április 17-én hajnalban kopogtattak a család Bátai házánál, ahonnan előállították a 26 éves fiút. Mintát vettek tőle, mely új pszichoaktív anyag fogyasztásának gyanúját erősítette meg. A férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették. A házukban tartott kutatás során új pszichoaktív anyagot és pénzt is lefoglaltak a nyomozók. A rendőrök a banda harmadik tagjáért is Bátára mentek. Őt azzal gyanúsítják, hogy a bűnszövetség tagjaként közreműködött az új pszichoaktív anyag beszerzésében és tárolásában. A 39 éves férfit szintén őrizetbe vették. A karate Európa-bajnokságot és utánpótlás Európa-kupát április 12-e és 14-e között rendezték Debrecenben. A Dombóvári Karate Suli 15 fős csapata, 20 ország, 1050 indulója között szerepelt a hazai rendezési kontinens viadalon. Az extra teljesítményt és a kiváló szereplést az egyéniben megszerzett 3 arany, 2 ezüst és 12 bronzérem, valamint a csapatszámokban elért egy első, 2 második és egy harmadik helyezés is bizonyít, számolt be Szabó Csaba, az egyesület elnöke. Tragikus hirtelenséggel elhunyt Domokos Lőrinc, a Tolna megyei Kosárlabda Szövetség játékvezetői bizottságának elnöke, korábbi NB1-es játékvezető és nem utolsó sorban a Szekszárdi Kosárlabda Klub szurkolója. Hihetetlen munkát végzett a helyi játékvezető társadalomért, összetartotta, képezte és menedzselte az egész megye játékvezetéssel kapcsolatos teendőit. A Bonyhádi Általános Iskola idén is megrendezte völgységi versmondó versenyét, amelyre a környék településeiről is érkeztek tanulók a Solymár Imre Városi Könyvtárba. A diákok bármely klasszikus irodalmi alkotással kiállhattak a zsűri elé. Megy a felhő fönn az égen, fütyűrészve szép kövéred, bizony nagy oldóg a hasa. A Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola által szervezett versenynek már több évtizedes hagyománya van. A szervezők fontosnak tartják, hogy a tanulók ne csak a saját iskolájuk falain belül mutassák meg tudásukat. Ennek a versmondó versenynek az előzménye az, hogy minden iskola saját helyi szinten megrendezi a versenyt, és a legjobbak erre a völgységi versmondó versenyre jutnak el. Azt látjuk, hogy évről évre nagyobb az érdeklődés. Volt egy kis megakadás a pandémia időszakában, utána egy kicsit nehezen illett föl ez a hagyomány, de szerencsére azóta elmondhatjuk, hogy szinte rekordlétszámú jelentkező van. Most jelen pillanatban 10 iskolából érkeztek versmondók, és összesen 43 tanuló van. A zsűri is felkészült a feladatra, 4 nyugdíjas pedagógus segíti a munkánkat. Ők teljesen elfoglalatlanok, hiszen nem kötődnek egyetlen egy tanítványhoz sem. Az elmúlt években én azt gondolom, hogy korrekt és objektív döntések születtek. László Amélia Kíra, 4. osztályos tanuló Gáti István a Gombaszakértő verse című költeményét szólalta el. Gáti István a Gombaszakértő verse. Egyik bájos, másik ronda, földből, fából nő a gomba. Ez itt vaskos, az ott apró, ez jól levelt, az meg tapló. Az ítészek a tudás mellett a kiejtést, a kiválasztott mű átérzését, valamint a hangerőt bírálták. 4 korcsoport van, első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik, nyolcadik. Tehát mindenhol 1-10-ig pontozunk, ez azt jelenti, hogy általában 5 pont, ugye megtanulta a gyerek a verset, kap egy 5-öst, az 5 pontot ér. Amit rátesz, ez a fölötte lévő, általában azért elérik a 6-tól 10-ig pontozunk, és akkor
A végén összeadjuk, és könnyedén kijön az eredmény. Négyen leszünk a zsűribe, úgyhogy nem okoz ez gondot. A zsűri elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a verseket, fontos, hogy a figyelmüket felkeltő és az őket érdeklő alkotásokkal kerüljenek először kapcsolatba. A szavalásnak köszönhetően sokkal magabiztosabb felnőttek válhatnak belőlük. A CT és a Junior Achievement Magyarország oktatási vállalkozás szervezési alapítvány közösen pályázatot hirdetett általános és középiskolák számára. A pályázat célja az iskolai informatikai eszközpark korszerűsítése, bővítése, mely széleskörűen támogatja az általános és középiskolák vállalkozói készségének és ismereteinek fejlesztését. A pályázatot a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Bezerédi István Technikum elnyerte. Így valósult meg április 17-én közel 100 gazdálkodás és menedzsment ágazatban tanuló diák részvételével a Gemroad Show projektnap, melyen a diákok vállalkozási készségfejlesztési tréningen vettek részt. A diákoknak három helyszínen interaktív feladatokon keresztül volt lehetőségük meglévő tudásokat kamatoztatni. Vállalkozásokat alapítottak, majd ezeket bemutatták, tőzsdejátékot játszottak, ahol versenyezhettek a legnagyobb haszonreményében. A magyarországi zsidók elhurcolásának 80. évfordulójára emlékeztek április 18-án Pakson. Délelőtt a Kulturális Központban Szabó Péter, Paks polgármestere mondott beszédet, melyben felidézte a paksi zsidóság történetét. A meghívott felső tagozatosoknak és középiskolásoknak a Szabad Song Klezmer Band adta elő a Percek Tánca című zenés játékát. Délután zenés megemlékezést tartottak a városi könyvtár előtt, aminek a végén megkoszorúzták a könyvtár falán elhelyezett holokauszt emléktáblát. Április 16-án vette át Müller Katalin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke kimagasló helytállásáért a rangos elismerését. Müller Katalin tűzoltó családba született, ezt a tradíciót követve már kisgyermekként elköteleződött az önkéntes munka a segítségnyújtás mellett. 2008-ban alapfokú tűzoltó tanfolyamot végzett, és a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja lett, amelynek elkötelezettsége és helytállása elismeréseként 2016-tól elnöki feladatait látja el. A szakmai tapasztalatcsere és a folyamatos együttműködés mellett a németországi partnertelepülések több alkalommal nyújtottak segítséget a Tamási tűzoltók gépjárműparkjának, illetve tűzoltó eszközeinek fejlesztéséhez. Müller Katalin a Tolna megye védelméért emlékérmet és oklevelet vehette át. Becsülettel megtelt a Garai Gimnázium díszterme a már hagyományosnak nevezhető egy óra belelünk hangversenyre. Az eseményen a diákok bemutatták, milyen kiváló minőségben és mi széles skálán is mozog az intézmény művészeti oktatása. A helikoni ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, két évente megrendezésre kerülő keszthelyi kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 20 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. Ennek kvázi főpróbáját tartották meg most. Nagyon sok kategóriában, 10 kategóriában indul az intézmény, balettosok, könnyű zenét éneklők több formációban, az iskola két kórusa, a vegyes kórus és a német nemzetiségi kamara kórus, hangszer, szólók, zeneiskolai művésztanárok felkészítésében és a Bartina Néptánc Együttes garaista diákjaiból alkotott csoport mutatkozik be. Mint azt az oktató is kiemelte, nagy jelentőséggel bír ez az iskola és a diákok életében is, hiszen nem művészeti iskoláról van szó, mégis ilyen népes csapattal képviseltetik magukat a rendezvényen, amit április 25 és 27-e között tartanak Keszthelyen. A garais diákoknak ez nagy szó, hogyha eljuthatnak a Helikonra, és őket választják ki, mint a gimnáziumot képviselő diákokat, hogy megmérettessék magukat az ország talán egyik legrangosabb művészeti versenyén. Az iskola igazgatója ünnepnek nevezte az eseményt, hiszen a rengeteg munka után jól esik azért az ismerős közegben is vastapsot kapni. Minden egyes ilyen egy óra belőlünk ünnep, a művészetek ünnepe, és azt hiszem, hogy a mai ünnepnap, vagy ünnepi alkalom, maradjunk inkább ennél a kifejezésnél, kiemelt a esemény sorozat sorában, hiszen
Ugye a Helikon két évente kerül megrendezésre, mindig egy nagy kiemelt kulturális művészeti rendezvény. Mindez egyértelműen azt mutatja, mennyire színes az intézmény művészeti oktatása. A régió híreivel folytatjuk. Csalóbandát lepleztek le, az ellopott pénz egy része megkerült. Vetélkedő, 7 általános iskolai és 6 középiskolai csapat versengett a Vármegye házán. Csalóbandát lepleztek le a pécsi nyomozók. Máté Szalkára vezettek a szálak. A sértett bejelentése alapján indult el az országos nyomozás. Közel 200 millió forintot csaltak ki telefonon, illetve online. A pénz jelentős része megtérült. Az elkövetők azóta már rács mögött vannak. Az online térben elkövetett bűncselekmények, pénzintézeti ügyfelek sérelmére elkövetett csalás, amelyeket hivatalosan információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásként kell említeni. Másként pénzmosás és bűnszervezet jelzőkkel illeti a rendőrség ezeket a cselekményeket. Az ügy, amiről szó van, 2022. júniusában indult a pécsi rendőrkapitányságon. Egy sértett feljelentése alapján nyomozást indítottak el. Tájékoztatott dr. Harmati Béla, rendőrezredes. Aki arról számolt be, hogy ismeretlen személyek a bankkártya adatait tőle kicsalták, adategyeztetésre hivatkozva, majd azzal ismeretlen számlákra, mint utóbb kiderült egy Máté Szalkai személy nevére nyitott számlára, átutalásokat eszközöltek. Így összességében neki 475 ezer forint kárt okoztak. Látszott az ügy kezdetén, hogy tovább mutatnak a szálak, van jó lehetőség tovább lépni, ezért a pécsi nyomozók folytatták a nyomozást, és mellé sor került egy országos kiterjedésű elemzői munkára, amit a Vármegyei Főkapitányság elemzőértékelő osztálya végzett. Ekkor elindult a csalássorozat országos kapcsolatainak a feltérképezése, amely végül sikerrel járt. 2022. novemberében már egy külön nyomozó csoportot, az első kibernyomozó csoportot hozták létre az ügy teljes felderítése érdekében. A pécsi nyomozók vármegyei színekben elemzőkkel, felderítőkkel megerősítve folytatták a nyomozást, tette hozzá a rendőrfőkapitány helyettes. Az ügy vád alá került. Ez a fajta bűncselekmény az egyik legveszélyesebb, ugyanis bonyolult bűnszervezetről van szó, amelyet külföldről irányítanak, hangsúlyozta dr. Kutas Tamás, főügyészségi ügyész, sajtószóvivő. Örömteinek tartjuk, hogy egy ilyen eredményt sikerül itt bejelenteni, hogy legalábbis a nyomozati szinten az eljárás befejeződött, és az iratokat átadják az ügyészségnek befejezési javaslattal, és nyilván majd a bíróság dönt az elkövetők sorsáról. Egyébként ebben a körben az alapbűncselekménynek a büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés, mivel bűnszervezetről beszélünk, ez a felső határ kétszeresére emelkedhet, illetőleg a harmadati szabályok alapján. Tehát jelen ügyben akár 25 év büntetés kiszabására, vagy szabadságvesztés kiszabására is sor kerülhet. A számlanyítás különös módját ismerték meg a nyomozók, mondta Kántor Kinga, a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi főnyomozója. Budapesten, illetve Csobánkán kapták el a bűncselekményt elkövető férfi trió tagjait. A bűnjeleket is lefoglaltuk, ezek egyébként harmadik személyek, további személyek nevére, illetve adataiban megnyitott számláknak az adatai, jelszavai, kódjai voltak, a hozzátartozó bankkártyák. Az eljárás neheze csak ezután jött, több száz kihallgatás, adatkérés, egyéb nyomozási cselekmény, 75 darab eljárásnak az egyesítése, melyek eredménye végül ugye 3 letartóztatott, gyanúsított, 11 szabadlábon védekező gyanúsított. A kezdetben közel félmilliós csalás 200 millióra duzzadt fel, ennek jelentős része, több mint a fele megtérült. 7 általános iskolai és 6 középiskolai csapat versengett az Értékeink megyén innen Somogy vármegyei vetélkedő döntőjében. A diákokra a fináléban is számos kreatív feladat várt Somogy épített és kulturális kincseiről. Az első helyezett csapat mindkét kategóriában bejutott az országos Hungarikum versenybe. Mi úgy gondoltuk, hogy mindenki, ahova tartozik, tehát ahol született és a lakhelyén is, ugye a fiú az Orciban lakik, és itt egy templom látható, a fiú Simonfán lakik, itt is egy a szép tavat, meg a játszóteret gyűjtöttük össze, és én meg a barátnőm Kaposváron lakunk, itt a virágfürdőt, a Városligetet gyűjtöttük össze, itt van a nagy érték, a Csiki Gergely Színház.
Saját készítésű plakátokon mutatták be Somogy kincseit a diákok az Értékeink megyén innen Somogy vármegyei vetélkedő során. A négyfős csapatok több hónapon át készültek és oldották meg a verseny feladatait a fordulókban. Volt egy ilyen írnokunk, aki mindent így írt, voltak beszámolóink, voltak, aki az információkat gyűjtötte, és nagyon jó csapatként tudtunk össze dolgozni. A kaposvári Kinizsi lakótelepi általános tagiskola csapata második alkalommal nevezett a versenybe. Somogyi értékeket, értéktárban lévő értékeket néztük át, illetve kellett készítenünk plakátot, kisfilmet, amiben ajánlottunk valakit a Somogyi értéktárban. A verseny során jártunk a Kardosfán, a Csillagparkban, ami nagy élmény volt a gyerekeknek és nekem is, mert tényleg egy szabadtéri és jó helyszíne volt a versenynek. Azóta Fésős Éva kapcsán körbejártuk a város a kisfilmet készítve, illetve megnéztük a vadászati kiállítást. Az általános iskolásoknál 7, a középiskolásoknál 6 csapat jutott a vármegyei vetélkedőbe. Próbáljuk úgy felosztani, hogy mindenki egyenlően összedolgozzon a csapatba, és mindenki abba tegye bele a saját részét, amiben jobbnak érzi magát. Van, aki az évszámokban, van, aki a személyekben például. Az előző fordulók során és a döntőben is Somogy értékei adták a feladatokat a diákoknak, legyen szó épített természeti vagy kulturális érdekességről. A helyismereti kérdéseken át múzeumi és levéltári téma is várt a csapatokra. Mostani jelképek, amik 90 után készültek, a község címere és a zászlaja, az a község domborzatára, történetére is utal, úgyhogy sok településnek a címere, az ilyen beszélő címere szinte. Nem csak a környezetre utalnak ezek a címerek, hanem például olyan jelképek is, madár, oroszlán, galamb bekerült a községek címerébe, ami a korábbi földesúri családoknak a címereibe is szerepelt. Idén már második alkalommal szervezte meg a versenyt a Somogy vármegyei önkormányzat. A fordulók során 50 iskolából 200 tanuló ismerkedett a helyi értékekkel. A fiatalok leginkább azzal találkoznak, ami megjelenik a telefonjukon, és hát az identitás, a hagyományok tisztelete az nem igazán jelenik meg. És ha sikerül belopni a telefonjába és egy posztereig, a lelkivilágába is sikerül megjeleníteni, és az iskolában is, hiszen a szakmai felkészítő tanárok is nagyon elkötelettek. Tehát én azt gondolom, elindult valami olyan mozgás, hogy fontosnak tartják, hogy hova születtek és milyen értékeket kell magukkal hordani, és ha valaki kimegy a nagyvilágba, akkor büszkén mondja, hogy Somogy vármegyéből érkezett. Az Értékeink megyén innen Somogy vármegyei vetélkedő döntőjét a Somogyjádi I. és Gyula általános iskola, valamint a Kaposvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola csapata nyerte. Így ők jutottak be az országos Hungarikum versenybe. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Végső nyughelyére került Tóth János, Tolnán emlékeztek. Speed maraton, fokozott ellenőrzések a vármegye útjain. Versmondó verseny Bonyhádon, a Völcsék több iskolájából is megmutatták tudásukat a diákok. Helikon, több mint 70 garázs diák mérettetik meg. Szombaton ismét hidegfront érkezik hazánk térségébe. Napközben kevésbé, de estére már feltámadt, felerősödik az északnyugati szél, többnyire felhőségbolt várható, változó vastagságú, olykor szakadozó, gomolyosodó felhőzettel. A felhőzetből elszórtan nagyobb valószínűséggel a Dunántúl térségében és északon alakulnak ki futószáporok. Vasárnap kialakulhatnak záporesők. Hűvös napra van kilátás. Hétfőn napos és felhősebb időszakok váltakozása most a legvalószínűbb, olykor kissé élénkebb északi széllel. Elvétve kialakulhat futószápor is, de nem látszik jellemzőek a csapadék. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!